A hagyományoknak megfelelően július utolsó hétvégéje volt az az időpont, amikor a főzőcsapatok birtokba vették a Tamási piacteret. Több mint két évtizede annak, hogy elindult ez a kezdeményezés, és azóta évről évre találkoznak itt a város különböző közösségei, baráti társaságok, családok, sőt munkahelyi közösségek is, hogy eltöltsenek egy kellemes délutánt, persze természetesen, ahogy a rendezvény nevében is szerepel, főzés mellett. Úgyhogy tulajdonképpen az alapokat megőriztük, de természetesen minden évben kicsit változik is a program. 18 csapat nevezett az idei évben, 340 fővel, úgyhogy szép számmal érkeznek ide a vendégek. Nagyon-nagyon érdekes ételekkel, hagyományos bográcsos ételekkel is, de olyan mondhatni ételkompozíciókkal is, amelyek egy kicsit már a mai modern kor étkezési szokásait idézik. A rendezvény alkalmával a Művelődési Központ folyosó galériáján idén is múltat idéző kiállítással készültek a szervezők. Tamási képeslapokból nyílt kiállítás, hiszen az is már hagyomány hosszú-hosszú évek óta, hogy a program keretében egy picit visszatekintünk a múltba. Most éppen úgy döntöttünk, hogy régi tamási képeslapokat ismertetünk meg az itt élőkkel, és azt gondolom, mi már a válogatásnál is nagyon élveztük ezt a böngészést, és ahogy a kiállítás megnyitón láttam, nagy az érdeklődés, hiszen szívesen böngészget mindenki régi épületek, utcák, különböző intézmények képei között. A Tamási Helytörténeti Alapítvány komoly gondot fordít arra, hogy megőrizze azokat az értékeket, legyenek azok tárgyi értékek is, amelyek városunkra jellemzőek, és ők már hosszú évek óta gyűjtötték a tamási képeslapokat, kiadványuk is jelent meg már ebből, úgyhogy ebből az anyagból természetesen mai nyomdai, technikai úton készítettük el ezeket a kinagyított képeket, képeslapokat, amelyeket elhelyeztünk a folyosó galérián. A Bográcsban készült ételeket idén is háromtagú zsűri értékelte, akik már a főzés elejétől nyomon követték a csapatok munkáját, hiszen az előkészületi fázis egy nagyon fontos momentuma a főzésnek. Tisztán és szépen dolgoznak-e, ugye? Tehát az a első. Azért ilyenkor már sétálok és jegyzetelgetek, mert ugye ez az első. Aztán, hogy kezelik az anyagot? Szeretettel vagy bánattal? Mert ha szeretettel kezelik, az étel is valószínűleg jó lesz. Milyen a csapatmunka? Nézik csak, vagy segítenek? Tehát van egy kis összefogás, vagy nincs összefogás. Ez is egy szempont a sok közül. Hát nyilván van egy szakszerűségi szempont, azt átbeszéljük. Tehát elkérdezem, hogy készül, elmondják. Ha kérdezik, akkor szívesen adok tanácsot is esetleg, hogy mit lehet finomítani rajta. Például azért nyilván, hogy milyen alapanyagot választ valaki, azért az már sok mindent meghatároz, és nem az egyik a másikhoz képest, hanem önmagához képest. Mi az elképzelés, milyen koncepciója van az illetőnek ahhoz az ételhez? Most két egészen érdekes ötletet láttam, ami tényleg nagyon izgalmas volt, nagy izgalommal várom is a dolgokat. Ugye Magyarországon egy ilyen típusú versenyen ugye a pörkölt az megkerülhetetlen. Ilyen-olyan variációkban itt is legalább a fele pörköltet készít, vagy pörkölt jellegű dolgot készít. Ez nem baj, állapot, de még egyszer mondom, soha nem a másikhoz kell viszonyítani. Meg kell kérdezni, mi volt a szándék, milyen elképzelése volt, ezt hogy valósította meg, és hogyan ízlik, önmagához képest kell értékelni. A főzőverseny alkalmával a város polgármestere is fakanalat ragadott, mint mondja, ez lassan hagyománnyá válik. Most már talán ötödik alkalommal itt a Tamási Bográcsmestere főzőversenyen egy pacal pörkölttel, amit egy kis füstölcsülökkel és körömmel bolondítok meg. Nagyon szigorú a zsűri, hál' Istennek, úgyhogy én is kaptam néhány hasznos tanácsot, amit próbálok majd megfogadni, de hát én nem a dobogóra gyúrok, hanem inkább arra, hogy egy jó baráti társasággal, meg itt a környező csapatokkal egy jó kis napot töltsünk el itt együtt, mint ahogy minden évben. Nagyon szeretem a pacalt, de ami ennél is fontosabb, hogy a baráti köröm nagy része is kedveli, aki pedig nem, az pedig a körmöt meg a csülköt választja majd a pörköltön belül. Ez egy nagyon régóta főzöm ezt a körmös, csülkös, füstölcsülkös változatot, és az egyik specialitásom, amit mindig megpróbálok elkövetni itt a Bográcsmester főzőversenyen is. A konyhában kevésbé vagyok konyhatündér, de bográcsozásban talán egy
jó néhány ételt azt hiszem jól tudok elkészíteni, főleg alapételeket, pörkölt féléket, halászleveket, tehát baráti társaságban is rendszeresen előfordul, hogy én vagyok a szakács idézőjelbe. Régi ízek is életre keltek a bográcsmestere főzőversenyen. Autentikus módon Sparhelten készült a babkása, amely mára egyre ritkábban kerül a családok asztalára, míg pár évtizede heti szinten készítették az asszonyok. Régi paraszti étel, a műkfázasok kértek bennünket, hogy főzzünk megint valami ilyen retro ételt. Ezt legelőször főztük, amikor megkértek bennünket, hogy főzzünk, és most már ideje volt, mert az leves volt, ez meg hát kása. És ez régebbi. Sokan azt mondták, vagy többen idősebbek azt mondták, hogy gyerekkorukban ettek utoljára ilyet. Amíg a bográcsok körül sürögtek, forogtak a szakácsok és segítőik, addig a rendezvénytér is megtelt élettel. A színpadi műsorok sorát a Pántlika Néptánc Együttes kezdte, majd kutyás bemutató, valamint a Boka Bugi Band koncertje várta az érdeklődőket a zsűri eredmény hirdetése előtt, akik 2022-ben külön díjjal jutalmazták az egyik helyi üzletlánc csapatát békönös álomételükért. Idén a Tamási Bográcsmestere cím és a Vándordíj birtokosa Csalosni Pénzes Edit és csapata lett, akik vörösboros marhapörköltet készítettek kapros túros galuskával.